A 2001, 2003 és 2005-ös születésűekből álló együttesek között most is Háromheves megyei élte túl az előcsatározásokat. A 2003-asoknál a Plútó, míg a 2005-ösöknél a Plútó mellett a Gyöngyösi Atlétikai Klub. Mindhárom csapat a döntőbe jutott, vagyis a 2005-ösöknél Plútó-Eger gyak összecsapást rendeztek. Utóbbinál alig telt el 12 másodperc, már is vezetett a fehérmezes Eger. Herbák Máté fejelte az első gólt. Rá 9 percre Halász Máté lövése talált utat a gyöngyösi kapuba, majd a lefújás előtt másfél perccel Berec Kornél védőről megpattanó lövése is begurult a kapuba. 3-0-ra nyert a Plútó. Szerintem a vecsés volt a legnehezebb, azért mert csak elrugdosták a labdákat, meg rúgtak mindenkinek alá. A 2003-asoknál a Loki foci suli, vagyis a Debreceni Vasutas Sportklub korosztályos csapata volt az ellenfele az Egri Plútónak a döntőben. Sós Máté indította a gólok sorát, egyéni akció után talált be, majd esztergomi Zétény 9 méteres szabadrúgásból is betalált. A 13. percben Kócián tette fel az íre a pontot, 3-0-val lett kupa győztes az Eger. Nem volt valami nehéz, nagyon jó játszottunk, és 3-0-ra jártunk is. A tornát 6 éve a kezdetektől támogató Lőrinc András is megtekintette a vasárnapi helyosztókat. Én szívesen nézem a gyerekeket, mert itt még komoly a játék, komolyan veszik, és ügyesek, nagyon ügyesek, csak aztán amikor a fölnőnek, akkor a való elszáll valami. Ezt én nem tudom, nem értek a futballhoz. A 2013-as összesített Heves megyei mérleg 2 aranyérem a Plútó részéről, 1 ezüst a Gyöngyösnek, bronz az Egri FC révén, és 1/4. Hely a gyak és az EFC csapatainak.